csavarja le az edény tetejét, keverje föl, cseréljen vizet, jó, megduzzadnak és elkezdnek. Na, akkor most kezdek egy csíráztatást, mert itt rend lesz az anyátok úristenét. Tényleg már, korona ide, korona oda, itt anyukám, nem lesz. Most mondd meg te, tényleg az egy nagyon fontos dolog, hogyha én mondjuk át szeretném magam műtetni, nem tudom én, kisnőnek, akkor ezt be kell tiltani. Tehát, hogy ez nincs jogom hozzá, vagy kit fog zavarni most? Te szerinted ez kit fog zavarni? Anyukám, mindjárt be lesz itt tiltva a uziskodás is. Csí, anyukám, taka lesz. Majd figyeljét csak. Kezdünk teljesen megvadulni, megőrülni. Nem látom, azt mondja, más, az meg nyasziti provnici, hát most itt csehül. Szóval egy másfél kávészkanál magot töltse meg vízzel, és rázza össze. Na, gyerünk. Várjál már. Azt mondja, lököd be egy másfél kanál. Akkor azt mondja, hogy rázd össze. Jó, várjál, most így ráizélem a büfütet. Most... Jó, nézd, így összeráztam. Szerinted így kell csinálni? Anyukám, én még nem olyan csíráztattam, megmondom neked őszintén. Most kimennek a magok? Jó, ne. Már nézd meg! Jó? Hát néhány mag átcsúszik a szűrőn. És akkor újra föl kell tőtenem vízzel, azt mondja, hogy. Akkor most lökök bele vizet. És utána hagyom így egy párnak. Olyan becsírázás! Tovább folyik a csíráztatás. Nagyon durva, hogy tényleg szembe megyek a rendszerrel, mert csíráztatok. Jézusom! Anyukám! Keljél már ki 10 óra. Várjál már, mindjárt úszik minden a csírába. Hát óriási, várjál már, csörök be a barátosnőm. Hát szálljél, drágám, hát ennyi. Na, már csiráztatunk. Anyukám, nézd meg, elkezdtem csiráztatni. Te csirájába el fogom folytani itt az uziskodást, meg a traviskodást. Nézd meg, ez 10 óráig itt kell állnia. Most valamit olvastam, hogy a salátát, várjál, azt hiszem a salátát kell... Ebbe kell a szalátamagokat, és ebben meg a izért, nem tudom milyen csírát. Te csírat, te. Hát meg arany követőim, ezt tudom neki. Én sok-sok szeretettel üdvözöllek, Jézus, várjál, ez nem is napszemüveg. Anyád úristen, te még jól nem látok semmit, idegbe rakol engemet. Tudod, mit akartam kérdezni? Hogy te azzal tisztában vagy, hogy honnan ered a Budapest szó? Hm? Etimológiailag, ugye? Nem tudom, hogy ezt te tudod, de... Mert most akkor elmondanám neked, hogy a Budapest szó, tiptanos az erekcila, az honnan is jön valójában. Ugye a Buda az azért az nem egy olyan nagy ördöngőség, ugye Attila öccsét hívták Budának, ugye, és ez onnan ered ugye a Buda szó. Viszont a Pest az érdekes, mert magyar nyelven a Pest, a régi magyar nyelven az azt hiszem, hogy kemencét jelentett, a szláv nyelvekben meg barlangot. És ugye a Gellért-hegynek a barlangját, ahogy Pestről át lehetett látni, azok elkezdték ordítani, hogy Pest, Pest. Egyébként az is van, hogy a pestissel kötik össze, de nem innen ered a Pest szó. Úgyhogy édesem, ennyi az egész, kész vége a sztorinak. Mi az Istent akarsz? Húzzak le egy függönyt, vagy tapsra vársz, ennyi. Pest az barlang vagy kemence? Szájétak. Hát nézz oda is, neki ez elég. Na, milyen effektet találtam. Kert előkelő vagyok. Csíráztatós is, becsíráztatós. Nagyon sokan most kérdeztétek ezt a ízét, hogy hol, már hogy így egy csíráztatók, és hogy ezt hol vettem. Blumenkert, anyukám, mindjárt beírom neked, jó? És akkor látod, Blumenkert. Taka! Arany követőm, és tanulom, hogy annyit tudok neked még mondani, hogy mindjárt élőbe bejelentkezem. Pedig azt nem szoktam, tudod, attól idegbe vagyok. De rossz a színem. Na mindegy, mindjárt beélőzök, 5-kor, mindjárt megy a Krisztián. Vagyunk, figyeljük. Nézd a kertét, figyeljük.
Ott a kertész fjorda, néz. Sutyiszkodunk. Nagy pakolásban van. Nem tudja, hogy felvigyel. Pif feltűnt. Oda néz. De el vagyok bújva egy oszlop mögött. Minden a kertész fjorda? Egy pakol. Imádom. Oda vagyok érte. Várjál már. Mindjárt lebukunk. Pif paf. Szájjék. Drága követőim és rajongóim, ebben a pillanatban értesültem tőletek, hogy azon a kapcsoljak ide a Sláger TV-re, mert Tina Santorini, kézzétek el, hogy engem megemlített a sztoriába, hát megzabálom, komolyan mondom. Hát oda vagyok a nőért, hát meg ugye Emilio Santoriniért is ugye oda vagyok. Hát kézzétek el, végre valaki, akinek van humora, tudod? És nem az van, hogy beszértődik, azért van, hogy Cilla bekosztogassa, hanem egyszerűen értékeli azt, hogy itten nevetek, röhögök, nézem őket, imádom ők, néznek a te durant egy csók, Tina. Mondjuk a múltkor azt mondta neki, érted, azt mondta a Emilio, hogy te neked mindig koszos a kezed, azt mondja, mindjárt pofán várlak, hát mit beszélsz te? Hát figyelj, meghalok ő értük, tehát komolyan mondom. Úgyhogy, hát a Santorini házaspár, kezeljétek el, hogy a Santorini házaspárhoz is eljutott a öreg Cilának a híre, úgyhogy halálboldog vagyok, megmondom nektek a frankót. Milyen cínos ez a sárga, Istenem, de jól áll az Emiliónak. Hát oda vagyok értük. Végre egy olyan, jön a videócip. Végre egy olyan házaspár, érted, akiknek van humoruk, mert ugye, hát sajnos, érted, az ördög házaspárhoz nem jutott el a hírem. Ők azt mondták, ki tudja, nem is ismerjük az illetőt. Na de hát ők, a Santorini család, az igen, az más. Nagyon cipálom őket, úgyhogy mindig nézem a Sláger TV-n, hogy éppen mit főznek a karanténba. Ja, és ugye azt azért ne felejtsük el, hogy ugye Bangó Margit, a nagymama, azért ugye Margit egy Kossuth díjas művész, úgyhogy azt azért nem szabad elfelejteni. Hát Emilio Santorini, ugye a Délolaszt, most nem tudom, mit főznek, most ezt nem tudom nektek elmondani. Hát azt ilyen majdnem elájultam, a végén meg azt mondta, te Uzi vagy? Mondom, hát erre akkor nem válaszolok, mert ő idegben van. Dehogy utálom, hát micsoda, hogy ez feltételezések rólam, érted, hogy én ne szeretném ugye azokat az embereket, akiknek nem olyan a bőrszínük, mint az enyém. Hát hagy áruljam el nektek a titkok, hogy évekig, érted, egy afroamerikai fiatal ember volt az öreg Cilla életében. Ugye, és hát a legboldogabb időszak volt az életemben, de hát, és képzel el, hogy engem itt így bevádolnak az, hogy te rasszista, és ilyen mérges emojikat küldött a fiatalember. Na mondom, hát, na várjál, hagyd nézzem már, hogy mit magyaráz Emilio. Anyukám, reform, nézd oda, hogy a Tinám milyen kis mini ruha van. Pif, anyukám. Milyen minibe van a kis kolléganő? Csak mi van? Ja, egy izé van rajta, egy tazmán ördög van, ahogy a Tinának a tiszörtjén. Nem tudom, hogy ezzel akar-e valamit mondani nekünk. Várjál, kidzaklat? Pintácsi Viki. Hát arany, Tinám, csörgesszél már meg, hogyha időd engedi. Azt mondja, hogy 94-ben Pintácsi Viki, te az nem a Szandi, a Pintácsi Viki? Vagy várjál, lehet, hogy a nővére. Hát most látom, hogy ez egy Moschino fősző, ugye, ami van a Tinán, meg Emilion is Moschino van. Na most figyelj, hát az a legjobb a Moschinót, azt állandóan kijavítsák nekem, ugye követők, rajongók, mindig mondják, hogy Moschinónak kell mondani, hát mondom, az lehet, de ugye, hát sajnos a francia az Moschinónak mondja, de hát akkor hívjuk Moschinónak. Elnézést kérek mindenkitől, hogyha rosszul ejtettem a olasz szót. Na, Pintácsi Vikihez, nézd oda a Tinát, megint a gyönyörű alapozó azért fő van rakva neki.
de most nem olyan durva, most nem látszik, hogy azért a nyakánál anyukámot. Anyukám, itt van végre a Vivi. Vivi Santorini, nézd meg szegényem, mit művelet. Ja, várj, ez a következő adás. Lángos készül, ha jól tudom. Bár sajnos nem láttam, de nekem ajánlották a lángos. Na, anyukám, maszkban van a Santorini házaspár. Ez lesz holnap, te figyelj, tűkön ülök, alig várom, nézd meg. Egy kis mini ruhában van Tina Santorini, ugye? Az előkelő házas pár. Na kész, ennyi volt. Taka van az öreg Cilának.